A polgármesteri hivatal dísztermében a múlt hét csütörtökön az újvárosi óvodák és iskolák gyermekvédelmi felelősei, a családsegítő szolgálat, a gyámhivatal és a gyámhatóság munkatársai, valamint a rendőrség és a gyermekorvosok képviselői 6. alkalommal gyűltek össze tanácskozni. A konferencia célja, hogy a városban a gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi feladatokat ellátó szakemberek saját tevékenységük bemutatásával elősegítsék a település gyermekvédelmi rendszerének egységes áttekintését. Dr. Tiba István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy napjainkban a magyar társadalom minden rétege gazdasági, pénzügyi nehézségekkel küzd. A gyermekek életében a negatív hatások hatványozottan jelennek meg, hiszen ők azok, akik a leginkább védtelenek. Egyre több családnak napi problémát jelent a létfenntartás. A szülők munkanélkülisége és így pénztelensége a gyermekük nevelésében is súlyos problémákhoz vezet és vezethet. Ezért kérte a konferencia résztvevőit, hogy lehetőségeikhez mérten mindent tegyenek meg a gyermekek és a családok védelme érdekében. A konferencia során a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai beszámoltak elmúlt évi tevékenységükről, tapasztalataikról, és megfogalmazták a gyermektársadalomban újonnan felmerülő problémákat. A szakemberek megállapították, hogy Balmazújvároson, mint ahogy országosan is, egyre több gyermek születik hátrányos körülmények közé, nő a perifériára szorult családok száma. A gyermekek családon belüli elhanyagolása, a nem megfelelő szocializáció, a gyermek viselkedés és magatartás zavarához vezethet, mely az iskolai teljesítménycsökkenésben, agresszióban nyilvánul meg. A gyámhatóság beszámolója szerint egy év alatt 50%-kal nőtt a veszélyeztetett, védelembe vett gyermekek száma, melynek fő oka a családon belüli erőszak. Az iskolákban sok az igazolatlan hiányzás, a tanulók közötti tolerancia csökken, nő a tetleges bántalmazás. A gyermekorvosok jelentésükben beszámoltak a túlsúlyos, a magas vérnyomásos és a cukorproblémás gyermekek számának emelkedéséről, melynek hátterében a helytelen életmód és táplálkozás áll. Sajnos nő a pszichés, pszichiátriás kezelésre szorulók száma is, de egyre többet találkoznak elhanyagolt, gondtalanul ápolt gyerekkel. A szakemberek a problémák visszaszorítására a törvényi eszközök alkalmazását szükségesnek, de nem kizárólagosnak tartják. Munkájuk során minden rendelkezésre álló eszközzel a gyermekek érdekeit védik, de ezek az eszközök nem elég hatékonyak ahhoz, hogy a problémák rendeződjenek. Nélkülözhetetlennek tartják egymás között a szoros együttműködést, a tapasztalatcserét és a hiányosságok őszinte megfogalmazását. Pozitív előrelépésnek tartják az úgynevezett iskolarendőre programot, mely során a rendőrök látogatást tesznek az intézményekben, ott előadásokat, osztályfőnöki órákat tartanak. A cigány kisebbségi önkormányzattal rendszeres az iskolák kapcsolata, a kisebbségi koordinátor alkalmazásától további javulást várnak. A tanácskozáson megfogalmazódott, hogy a megnövekedett igények miatt pszichológus, szociális szakemberek alkalmazására lenne szükség az oktatási intézményekben teljes munkaidőben. Összegzésként elmondható, hogy a gyermek és családvédelemre egyre nagyobb feladat hárul. A megoldást a családok szociális helyzetének javulása jelenteni, ami viszont már kormányzati feladat. Milyen évet zárt 2008-ban a gyermekjóléti szolgálat? A gyermekjóléti szolgálatnak egy jól kialakult észlelő jelzőrendszere van, amelyet működtet. Ehhez a jelzőrendszerhez tartoznak az iskolák, óvodák, rendőrség, gyámügy, gyámhivatal, és az elmúlt évek során nekünk nagyon jó kapcsolatot sikerült kiépítenünk ezekkel a társintézményekkel. És az ő segítségükkel minden olyan jelzést megkapunk a veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatban, amelyek szükségesek a munkánkhoz. Ez úgy zajlik, hogy ők egy problémajelző adatlapon keresztül jeleznek szolgálatunk felé, és ezek alapján indul el a gyermekjóléti szolgálat, és kutatja fel azokat a gyerekeket, akik veszélyeztetett körülmények között élnek. Ezekről a
dolgokról mindig visszajelzés szokott menni a jelzőrendszer felé, tehát mi 15 napon belül felvesszük a kapcsolatot a családokkal, illetve az érintett gyermekekkel, és erről a kapcsolatfelvételről minden esetben visszajelzést küldünk a jelzőintézmény felé. És úgy gondolom, hogy ez nálunk itt Balmazújvároson már nagyon jól működik. Milyen szakmai tanulsággal zárult ez a mai nap? Hát arról még nem tudok igazán nyilatkozni, mert még ugye most is folyik ez a szakmai tanácskozás. Ez 6. éve rendezzük meg ezt a szakmai tanácskozást. Mindig nagyon hasznos információk jutnak a birtokunkba, és igazándiból a szakmai tanácskozások végén, amikor mindenki megtartotta a beszámolóját, akkor szokott kialakulni egy beszélgetés az itt jelenlévők között, és ezek a beszélgetések azok, amik igazándiból előrébb viszik a városban folyó gyermekvédelmi tevékenységeket, mert itt fogalmazódnak meg olyan javaslatok, amelyeket az elkövetkezendő években célszerű lenne megvalósítani. Röviden lehet arról beszélni, hogy milyen problémákkal küzd jelenleg a gyermekjóléti szolgálat? Természetesen óriási problémát jelent számunkra, ami már bent is elhangzott, a rendőrség, a gyámhatóság, illetve a gyermekjóléti szolgálat részéről is, hogy egyre több a csonka család, a válások száma, és sajnos azt tapasztaljuk, hogy a szülők a válások során a gyerekeket eszközökként használják fel a válási procedúrában. Ezt egyre jobban tapasztaljuk, áldozatává válnak a gyerekek ezeknek a procedúráknak, ezeknek a hosszan eltartó bírósági folyamatnak. A válás során pedig a szülők olyan sérelmeket szenvednek el egymással szemben, amely elvakítja őket, és nem érdekli továbbiakban az, hogy ez a gyermekeken csapódik. És a mi feladatunk ebben az, hogy mindenek felett álló érdekét képviseljük a gyerekeknek, és minél kevésbé sérüljenek. Ha már a sérülés bekövetkezett lelki, fizikai értelemben is akár, akkor pedig segítséget nyújtsunk abba, hogy szakemberhez irányítsuk a szülőket, a gyermekeket. Gondolok itt a pszichológusra, aztán amit már említettem, hogy mediációs szolgáltatás is működik a gyermekjóléti szolgálatnál. Ez egy konfliktuskezelő eljárás, ami azt jelenti, hogy a két fél közötti konfliktust próbáljuk mi, illetve a képzett mediátoraink helyre tenni, úgymond, és a gyerek érdekében a szülők közötti viszonyt rendezni. Ehhez szorosan hozzákapcsolódik a gyermekjóléti szolgálatnál a kapcsolatügyelet, ami azt jelenti, hogy amikor már bírósági végzés van arról, hogy kinél helyezik el a gyermeket, az édesanyánál vagy az édesapánál, és a kapcsolattartás rendje megvan határozva, akkor vagy a bíróság megkeresésére, vagy a szülő megkeresésére mi felvállaljuk azt, hogy itt a kapcsolatügyeleti szoba keretében találkozhat az elvált szülő a gyermekével. December 16-án új időszámítás kezdődött. A társulási tanács határozata értelmében új szervezet kezdi meg a működését. Mi ennek a szervezetnek a feladata, milyen céljai vannak? Az új szervezetnek a neve az a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ. A kistérség települései Balmazújváros, Tisztaszcsege, Egyek és Hortobágy, tehát 4 települést ölel fel a kistérség. Tehát a két intézmény, a Balmazújvárosi Kistérség Családsegítő Szolgálat, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Balmazújvárosi Szociális Szolgáltató Központ egyébként is kistérségi szinten működött már. Most ennek a két intézménynek az integrálása fog bekövetkezni egy új intézménybe. Tehát a két intézmény integrálódik be egy új intézménybe, amelynek a neve a Humán Szolgáltató Központ. Ennek a új központnak a feladata az, hogy a kistérségen működő szociális ellátásokat egy egységes komplex rendszerben működtesse, ahol egymásra épülnek ezek az ellátási formák. Ez egy nagyon
Nagyon komplex rendszer, tehát a házi segítségnyújtás, az étkeztetés, a családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek klubja, a családsegítő, a gyermekjóléti szolgálat és a szakosított ellátási formák közül az idős otthont foglalja magában. Mikor kezdi meg a működését? Hát a működését azt április 1-én kezdené meg, de a működési engedélyeztetés folyamatban van, ezt nem tudjuk, hogy mikor valósulhat meg valójában. Tehát április 1 a cél, de mivel egy kicsit húzódtak a működési engedélyeztetésnek a fázisai, ezért lehet, hogy a későbbiekben fog csak ez megvalósulni.